Üdvözlöm a kedves nézőket, 7 óra van, és én minden 7 órára valami meglepetést hozok önöknek, most is ezt teszem. Egy producert, egy zenészt, egy világfit hozok maguknak, aki maga is már családos ember, Havas Miklóst. Jó napot kívánok! Szép jó napot, üdvözöllek itt a stúdióban, tegeződjünk, ha bár téged nem ismerlek annyira, csak édesanyádat, vagy a nevelőapádat. Ki is az a Havas Miklós? Egy gyors névkártyát magadról. Egy gyors névkártyát? Hát Havas Miklós egy filmproducer, zenész, bohém. Családi állapotod? Jogász. Családi állapotom, nős, két gyermek apja. Hát akkor mégsem. És azt mondd el nekem, hogy és mi lett a tanulmányaiddal? Hát mondjuk azt, hogy elvégezted az általános iskolát, mert muszáj volt az utána. Az muszáj volt, aztán elvégeztem a gimnáziumot. Az is muszáj volt. És aztán, hát én nagyon szerettem mindig is a filmeket, nagyon vonzott ez a világ, és sokáig filmrendező akartam lenni. És hát a jogi egyetemre is tulajdonképpen úgy felvételiztem, hogy engem igazából a filmek érdekeltek, de tudtam, hogy a Jancsó Miklós is elvégezte a jogot, és akkor úgy voltam vele, hogy hát, ha ő elvégezte, és utána ilyen szuper filmrendező lett, akkor te is elvégzed. Akkor végül is miért ne végezhetném? És egyébként az volt a vicces, hogy a felvételi az nagyon jól sikerült, pedig nagyon nem, hát nem voltam oda a dologért, de az nagyon jól sikerült. És a felvételin kérdeztek, hogy mi az érdeklődésem, és akkor elkezdtem mesélni, és itt közel nem volt a joghoz. És akkor így kérdezte a valaki, László, aki a híres nemzetközi jogász, hogy maga miért akar ide? Hát mert hogy a Jancsós. És akkor kész, fel is vettek. Tehát ez annyira tetszett. És hány évet sikerült ott eltölteni? Az elvégeztem az egészet. Hát nem volt egyszerű az első. Akkor miért nem hívnak téged doktor Havas Miklós? Igen, akkor ez az a pillanat, amikor azt kérjük kollégánkra, hogy ajándékozzanak neked két betűt, amiért keményen megdolgoztál. Köszönöm Tehát szépen. A stúdióban is hallják, vendégünk nem Havas Miklós, hanem dr. Havas Miklós. Igen, köszönöm szépen. Aki a lelkünket próbálja megoperálni zenéivel és filmjeivel. Köszönöm. Hát de szakvizsgát azért nem tett. Azt azért nem, de egyébként most volt egy rövid két éves kitérő, mert az Ári Mafiában voltam én a basszusgitáros és alapító is vagyok a zenekarban, talpító tag, és amikor kiszálltam a zenekarból, akkor ugye valamit azért kellett csinálni, dolgozni. Miért száll ki valaki egy olyan zenekarból, amit ő alapít? Hát ez nagyon nehéz dolog. És állítólag sikeres is. Ez nagyon nehéz dolog, igazából mindenkinek kell. Elment a kedved a dologtól, vagy? Nem, igazából szerintem van egy olyan pont mindenkinek az életében, a munkájában, akkor elkezdi azt érezni, hogy már nem élvezi annyira, már egy teher, beszállni a buszba, állandóan utazgatni, soha nincs otthon hétvégén. Szóval azért mindenki azt gondolja, szóval hogy... Szóval elkezdtél kényelmes ember lenni, igen, és mondtad nem a... Nem is kényelmes, hanem egyszerűen olyan rutinná vált már, ami mi a jogi helyzete egy alapítótagnak, amikor kilép a buliból? Hát én gentlemanként távoztam, tehát semmilyen pénzügyi követelés. Nem kapsz többet jogdíjat? Hát a jogdíjat azt kapok, hál' Istennek, mert az elég sok dalt írtam annó. Hát most már az újakat nyilván nem. De egyébként ezt a profilt, ezt megtartottam, mert a zenét ezt ugye nem lehet abba hagyni. Tehát ez sajnos az egy olyan dolog, hogy az egy életen át ott van. Neked a nevelő apád egy Kossuth-díjas zeneszerző és előadó művész. Igen, a Fegye a Jávori Ferenc. De édesapád is klimpírozott. Édesapám egy nagyon-nagyon-nagyon jó jazz zongorista volt, aki amatőr szinten ugyan, de nagyon-nagyon magas színvonalon zongorázott. És ráadásul mindenek tetejében van egy PhD-s édesanyád is, aki igen, nem csak előadó művész, hanem irodalomtörténész is. Aki felnevelt, akinek köszönhetem többet. Hát nem csak felnevelt, hanem meg is szült, gondolom. Meg nem is, gondolom, persze. Lehet, meg hogy is. Te vagy a Kukorica János, csak nem tudtok meg idáig. Meg is szült. Na most akkor hogy érzed? Távol estél? Édesapádtól, nevelőapádtól hát és édesanyjától? Most, hogy így beszélgetünk róla, nem. Tehát nem csodálkozom azon, hogy ez. Féltestvéred, ő le is szakvizsgázott, ha jól tudom. Most Gyűri. Most az utolsó neki. Hát igen, ő szerencsére ez a klasszikus jogi vonal. Tehát ő elkezdte, ugye, lehet, hogy nekem is volt benne részem, hogy
hogy a bátyó is a jogra jár, akkor megyek én is oda, de ő hál' Istennek kell. Nekem úgy tűnik, hogy ő ügyes is, én véletlenül ismerem is nagyon őt. Nagyon jó ügyvéd lesz szerintem. Akkor a fegye hogy befolyásoltat a zenei pályafutásodat? Előtte már beszélgettünk, ott volt valami gitár is. Igen, volt valami gitár, hát igazából tőle ő szerezte nekem az első basszusgitáromat, amivel a kis mini hifinket hazavágtam, amit akkor vettünk, és senkinek nem volt. És én bedugtam a basszusgitárt, és azonnal... És volt wifi, nincs wifi. De nem úgy szól. Tehát Red Hot Chilit és hasonló zenekarokat szerettem sokakhoz hasonlóan. Hát ugye befolyásolták ugye a zenei ízlésemet. A mai napig egyébként nagy rajongó vagyok. És akkor bedugtam a hifibe a basszusgitárt, és elkezdtem ütni, verni, hogy majd ez úgy fog szólni. Hát nem szólt úgy viszont. Belehalt. De ezt a fegye hozta akkor a színházból, az egyik kollégájának volt a gitárja. Mondd, és most, amikor kiléptél az együttesből, te zenét szerzel, vagy szövegeket írsz? Hát inkább zenét. Most volt egy, az első, tehát van egy Miku nevű projektem, ez egy ilyen zenei projekt, én zeneszerző, producer vagyok benne, és ez egy ilyen egyedül, tehát egy solo projekt, és úgy dolgozom, hogy mindig énekesekkel, mert én nem tudok jól énekelni, nem is szeretnék. És volt egy dal, ami már tavaly megjelent, ez a With Love című, Valkó Csabával, a Compact Disco-nak az énekesével készítettük, aki egy jó barátom, meg zenéltünk is együtt, és ez hál' Istennek elég jól sikerült, mert a Petőfi Rádió is rotációba játszotta a dalt, meg a videoklip is elég jól. Tudod, hogy miért hívtunk ide tulajdonképpen? Tudom, egy film miatt. Egy film miatt? Igen, beszéljünk. Beszéljünk a filmes pályafutásodról. Nyertél már valami díjat? Igen, nyertem meglepő módon rögtön az első filmünkkel 2006-ban, ami az Alter Ego volt. Ebben Leszenyi Enikő, Anger Zsolt, Ubrankovics Júli volt. Ott te mi voltál, producer? Producer voltam. Ez egy játékfilm feltétele. Ez egy kis játékfilm, 25 perces. És mit nyertetek? Megnyertük az operatőri díjat a film szemlén vele. Nagyon jó. Aztán van itt egy világhírű ember, Cifra György. Igen, hát Cifra György az tulajdonképpen ő melyik kategória? A legnagyobb rajongója vagyok. Ő egy dokumentumfilm, vagy? Ez egy dokumentum, fikciós dokumentumfilm, ami azt jelenti, hogy vannak benne játékfilmes betétek, és ezt tavaly fejeztük be, novemberben volt a bemutatója a Duna Televízión, ezt a Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készítettük, és gyakorlatilag Cifráról ez kimondottan szól. Egy tévéfilmnek ez készül? Ez egy tévéfilm, igen, ez egy 52 tehát akkor ezek szerint napjainkban még készülnek tévéfilmek. Készülgetnek, igen, igen. Mennyivel támogatta ezt a mecenatúra? Ezt 30 millió forinttal. Hoppá. Tehát ez egy nagy költségvetési projekt volt. Hát és hát először volt lehetőségünk rendesen úgy dolgozni ennek. Ennek is a producere vagy. Ennek a producere voltam, igen. És forgatókönyvírója. Hát ez akkor mégsem csak producere. Ez Kékesi Attila rendezte, Balázs Béla díjas filmrendező barátom. Egyébként a második filmünk, már csináltunk 5 évvel ezelőtt egy Motalko, egy Benzinkút krónikája címmel egy másik filmet, az egy benzinkutas bácsiról szól, aki az első magyarországi magánbenzinkutat megalapította, és azóta is ő üzemelteti, és az ő története. És még mindig nincs elege. És nincs, és nem vették el, és ott dolgozik, és 87 évesen is tankolja a kocsikat. Fönn van az Inda videón egyébként a film. Nagyon jó. Azt mond nekem, hogy Cifra Györgyről készült műt már bemutatta a Duna Televízió, jól igen, értem. A születésnapján, Cifra születésének 95. évfordulóján volt a bemutató, november 5-én született, 6-án volt, ez egy vasárnapi nap. És hát most ennek a filmnek gyakorlatilag a fesztiválosztatását kezdtük, tehát most neveztük a filmhétre, nagy reményeink szerint talán be is kerül, és akkor ott meg lehet majd nézni, az egy 4 napos rendezvény. Milyen lobby tevékenységet folytattok azért, hogy bekerüljön?
Hisz tudjuk azt, hogy az Amerikai Akadémián is mindenki lobby tevékenység. Hát én azt gondolom, hogy jó visszajelzéseket kaptunk a filmről, szakmai visszajelzéseket, elég jókat. Há, 30 millióval akár jó is jól lehet. Jól sikerült szerintem ez a film, én nagyon elégedett vagyok vele. Kik a szereplők? A Csikós Sándor alakítja a Cifrát. És azt kell tudni a filmről, hogy van egy keretsztori, amit próbáltunk úgy, mint a Titanicban megoldani. Igen. Egy kicsit azért más, de hogy van egy keretsztori, ami arról szól, hogy a nagypapa az unokáinak elmeséli az életét. Találnak egy fotóalbumot, azzal szaladgálnak a szobában, és akkor a fotóalbumot kinyitják, és elkezdik nézegetni a képeket, és akkor így elmondja. Ez egy eléggé bevezetett új stílus, igen. Igen. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem alkottál. Nem mi találtuk ki először, de ugyanakkor viszont dokumentumfilmben nem sokszor alkalmaznak ilyet. Nem akartuk ezt a hagyományos, hogy megy egy narráció órákon keresztül. Az unalmas is. Unalmas. Tehát, hogy valami csavart akartunk belevinni. És akkor a játékfilmes elemek pedig úgy jöttek be a filmbe, hogy ugye 56 előttről nagyon kevés archív anyag maradt fenn, bár nagyon sok családi fotóhoz hozzájutottunk a Cifra leszármazott révén itt Magyarországon, de volt egy olyan időszak, amiről nem volt anyag, és akkor ezeket megírtuk rendesen játékfilmes forgatókönyvként, és leforgattuk szereplőkkel. Többi szereplő? Hát Balázs Jánost kell még kiemelnem, aki a Liz díjas, Prima díjas zongoraművész. Ő egyébként a Cifrának a legnagyobb rajongója mellettünk Magyarországon, és ő csinálja a Cifra Fesztivált is, ami egy szuper kezdeményezés. És a Cifra Fesztiválon bemutatják majd a Cifra filmet? A Cifra Fesztiválon tervezzük, hogy levetítjük. Az volt a baj, hogy pont tavaly arra a napra esett a gála est, amikor a televíziós premier volt, úgyhogy így nem tudtuk ott vetíteni. Értem, hát mi nézőinknek egy trélert bemutatunk erről. Köszönöm szépen. Na most, mit visztek a fesztiválra Cifrán kívül? Vagy mik a tervek? Hát most van egy új tervünk, egy szintén egy zenés dokumentumfilm. Nem tudok elszakadni. Úgy látszik, ez téged most már végigkövet, igen? Igen. Erről még nem tudok beszélni, meg nem publikus, de egy mert olyan, még nem nyertetek rá pénzt. Még nem nyertünk rá, és babonából nem. Tehát majd, hogyha már... Ki a befogadó? Hát, megint a Duna TV? Hát... Igen, mikor hozol nekünk valami filmet? Megbeszéljük műsor után. Semmi akar. A néző kedvéért azért, hogy valakit támogathasson a mecenatúra vagy bárki, akkor kell hozni valakit, ki lesz az, aki be fogja mutatni. Igen, ez úgy, nem egy egyszerű dolog egyébként. Ez különben egy nagyon egyszerű dolog, igen. És van még egy film, ami egyébként az anyukámmal összekapcsolódik, ez a Séta című film. Ami végülis egy családi vállalkozás volt, mert... Ami, ahogy anyukád mondja, otthon van a szekrénybe, várja otthon, a vevőket. Otthon van a szekrénybe, várja a vevőket. És hát én nagyon szeretem azt a filmet is, az anyukám a Séta című monodrámát adta elő 20 évvel ezelőttől kezdve nagyon sok ideig. És hát én úgy nőttem fel, hogy mindig mentem be a színházba, akkor végignéztem az összes előadást, a gyerekkoromat végig kísérte ez a dolog, és akkor mondta, hogy mi lenne, ha valamit hogy fölvennénk, vagy valamit csinálnánk. És akkor megtaláltatok a mecénást, fölvettétek. És akkor, de ez viszont egy másik történet volt, tehát ez ilyen teljesen ilyen családi bizniszben. Én nem tudom. Én lelkesedem minden ilyenél. Ez a film különleges. Különleges, mert bemutatja, többet mutat, mint egy darab. Igen. Ez a film egy, azt is mutatnánk, hogy egy dokumentumfilm. Ez egy dokumentumfilm. Hisz azok a szereplők, akik megszólalnak benne, már nincs mindenki az élők sorában. Így van. És tulajdonképpen a magyar zsidó kultúra szertágazódását mutatja be, a történelmi Magyarország, beleértve Izraelt, és tulajdonképpen Erdélyt. Egy
jól megcsinált film, én történelmi Magyarországnál maradok. Igen, igen. Mindenki a saját szótára szerint. Igen, igen. Úgyhogy a dolog érdekes, mi hamarosan be fogjuk mutatni, hisz a szereplő azt szeretné, hogy bemutassuk. Azt mondd meg nekem, és hova tovább a zenéddel? Új együttes fog-e születni, vagy megvárod, amíg a gyerekek fölcsepelednek, és velük? Most egyébként megjelent egy anyagom, Miku néven, Miko, úgy írom igen. A nevemet. Ez egyébként egy roppant egyszerű névválasztás, úgy hív mindenki a családban, hogy Mikuka. Ez Miku. A Nick neved, ez igen. Ez a Nick név, és akkor mondom, hogy mi legyen a neve, legyen Miku, de akkor két óval. És most jelent meg egy anyag, ez a Miki Silok nevű nagyon szuper, fantasztikus amerikai énekes csajjal csináltunk három számot. Ő egyébként Janet Jacksontól elkezdve Britney Spears-en, hát sok szerzővel, előadóval dolgozott szerzővel. Mit szólt hozzád? Hát tetszett neki a zene, de az az érdekes, hogy virtuális teljesen ez a kapcsolat, tehát hogy az internet már lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag nem is kell találkozni, nem is beszéltünk még, csak e-mailben és zenén keresztül. Mi úgy nézett ki, hogy én csináltam egy zenei alapot, kiküldtem neki, és jött vissza a énekkel. És na akkor de itt született három dal. És ki írta meg a szöveget? Azt ő írta. Azt ő írta. És vajon ez megjelent. Ez vajon a nevelőapáddal, ővel nem virtuális a kapcsolat, velük fogsz játszani, vagy, hát vagy ők annyira mások? Egyelőre nem volt szó róla, vagy nem hívott. Hát semmi se kizárt. Tehát. A basszusgitározást azt egyébként nem hagytam abba, tehát továbbra is szoktam gyakorolni, meg szerettem egyébként, tehát csak most egy másfél ezen. Mivel foglalkozik a feleséged? A feleségem, ő is jogász, ő ügyvéd, egy fantasztikus ügyvéd. És ki van a gyerekekkel? Hát mi megoldjuk, tehát mi. Tehát ez egy elég komoly, végülis a legkomolyabb feladatunk. Hány évesek a gyerekek? 7 éves és 2 éves. És a 7 éves már... Ő zenél is valamit? Igen, ő meg zongorázik. Ő most nagyon büszke vagyok rá, mert felvették a zeneiskolába, ami egy nagy szó, mert ugye ilyen kiskorban nem szoktak meg. Tehát általában úgy van, hogy 3 év az előkészítő, és akkor utána. Baromi jó hallása van, tényleg szuper tehetséges, csak nem érdekli annyira. Tehát én most nem akarom erőltetni. Majd egyszer hálás lesz érte, hogy azt mondtad, hogy tessék leülni. Igen, igen. És ennyire nem érdekli? De most elkezdett magát gyakorolni, ez szuper jó. Tehát tényleg olyan, hogy bármilyen dallamot, ritmust azonnal ez hiba nélkül visszaénekel. Most már le is tud játszani a zongorát. Úgyhogy hát nem tudom, lehet, hogy a Cifra film az valamilyen mágikus hatással lesz, és akkor ő is egy nagy zongorista lesz. És a kotta olvasás is megy már? Alakul. Kezd elég jól. Jó, lassan jobban. Na most jön műsorunk bulvárabbik része. És milyen egy színésznő, egy előadó művésznő, mint nagymama, a mamád? Nagyon jó nagymama. Hát nyilván elfoglalt, tehát azért nem az a klasszikus nagymama, hogy otthon főzöget egész nap, és akkor a gyerekek ott rohangálnak körülötte, de azt is tud egyébként nagyon jól. Tehát pont tegnap voltunk nála ebédelni. De hát nagyon az imádja. Az nagyon jó, mert nem kell utána mosogatni. Igen. De imádja egyébként a gyerekeket, meg ők is szeretik nagyon a nagyit. És nevelőapád és az unokák? Hát ők kevesebbet találkoznak, mert ugye hát azért ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye a család ugye szétszakadt, elváltak az ez előfordul a legjobb családba is. És akkor így annyira nem találkozunk gyakran, de szokta őket látni. Tehát most nyáron az öcsém esküvőjén volt. Ott voltak, hála Isten, Mazel Tov. Na most, mi leszel, ha nagy leszel? Tehát egy biztos, hogy ügyvéd már nem leszel. Nem, ez, ami most vagy. Producer, az tetszik az a dolog, vagyok, az vagy. Az vagyok, zenész vagyok, ez a terv, ezt tovább vinni. Ez szóval a Cifra film, ez már egy nagy játékfilm. Hát ez, ez még csak egy olyan... Hát ez olyan kettő közötti, mert ugye ez egy egész estés, mondjuk tévéformátum, de egész estés. Játékfilm és dokumentumfilm, viszonylag nagy stáb volt, nagy költségvetés. Hát 30 millióból lehet. Igen, tehát ez jó volt most, nagyon. És hát a tervek az további filmek,
akarok játékfilmet is csinálni, tévéfilmet is, tehát fikciós tévéfilmet. Hol tartasz a forgatókönyvek megírásába? Hát szinopszisok vannak, ötletek vannak. Hát igazából az a nehéz ebben a műfajban, hogy állandóan ki kell találni valamit, és viszont a szépsége pedig az, hogy az utána megvalósul, mondjuk. Na és jó, hogyha valaki egyszer Oscar díjas akar lenni, akkor mindig ki kell találni mindig valamit. Mindig ki kell találni. És egyébként nagyon, nagyon örülök a Saul fia sikerének. Fantasztikus film. Ugyan nem kérdeztem, de miért örülsz neki? Azért örülök, mert egyfelől egy fantasztikus film, másfelől pedig egy olyan példát mutat a fiataloknak, hogy lehet merni kell nagyot álmodni, tehát semmi se lehetetlen. És ez nagyon fontos, főleg Magyarországon sokan így nagyon, hát nyilván a közhangulat miatt is, meg sok minden miatt. Mi képezzük, tehát az nem felül. Igen, de hogy sok ember az, hogy úgyse lehet, úgyse sikerül. De hogy nem lehet. De, én is ezt gondolom. Tehát és a Saul fia pedig megmutatta, hogy miért ne lehetne. Tehát miért ne lehetne Oscar díjat. Lehet, hogy a cifra is lesz még Oscar díjas? Vagy tévéfilmek nem szoktak indulni Oscar díjat? Hát nem, Emmy díjas lehet maximum. Meglátjuk, hát semmi se kizárt. Meglátjuk. De ha nem ez, akkor majd csinálunk mást. Mondd, és hogyha be kéne határolnunk téged a zene világába, akkor melyik kategória az, amelyikbe téged be kell kategorizálni, ha már hogy be mind kell. Zenészt? Igen. Hát egy jó basszusgitáros, nem tudom. Hát, jó basszusgitáros, de mit zenél az a basszisgitár? Hát, heavy metalt? Hát nem, igazából én popzenész. Mondjuk poprock zenész. Egy poprock. Kedves nézőim, az elmúlt fél órában egy poprock jogász volt a vendégünk, aki abból él, hogy producer, időnként zenét szerez, időnként, mint apa vigyáz a saját gyerekeire, időnként elmegy a mamájához, készít vele egy filmet, végignézi az előadásait. Még sokszor visszavárjuk, keressenek rá a nevére az interneten, nézzék meg a YouTube-on. Egy előzetest a Cifra filmből nálunk is mindjárt láthatnak. Köszönjük, hogy minket választottak, a viszontlátásra. Köszönöm szépen a meghívást. Horowitz, Richter, Rubinstein, Cifra, a négy legnagyobb, leghíresebb név között ott van az övé is. Gyalogosan nekivágtunk a határnak, hogy átmenjünk Ausztriába, nem sikerült a dolog. És akkor kaptam 3 évet, a feleségem 2. Ici, attention pour le... préparer le... la suite, parce qu'il y a beaucoup de notes. Hein? Soyons sérieux, parce que c'est un boulot, hein, monsieur. Allez. Oui, monsieur. Oui, papa. Nagyon boldog volt, hogy a fia karmester lett, és ez micsoda boldogság, hogy együtt tudtak dolgozni. Volt egy nagyon igazi költői muzikalitás is benne, ami akkor derült ki különösen, amikor lassú dolgokat játszott. 60-65 között mondták azt, hogy a világ első zongoristája. Ő Franciaországon sztár volt, tehát tulajdonképpen nem tudok más szót használni rá, mint tényleg egy ilyen ikon.